Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni a Maximál targoncát, az M40-es targoncánkat. Ez a Maximál, az a Hysteria Maximál csoportnak a tagja, ez egy amerikai csoport, tehát Hysteriát nem kell bemutatni, tehát ebbe a csoportba van a Maximál is. Ez egy 4 tonnás targonc, a 4 tonna az emelési képessége, maga a torony, ez egy triplex torony, 4,5 méter emelési magassággal, de gyakorlatilag rendelhető belőle duplex is, tehát két tagos, illetve, mint itt látszódik, a triplex is, egészen 6 méteres magasságig. Maga a gépnek ez egy dízelmotoros targonca, ezbe Mitsubishi motor van, egy 4 hengeres, 46 lóerős motor, egyszerű, adagolós rendszerű, egyébként ezen kívül lehet rendelni japán Yanmar motort, ez is egy japán motor egyébként, és magának a gépnek a hidraulika rendszere is japán. Azon kívül, hogy dízel motoros, lehet belőlük rendelni elektromosat, és elektromos targoncákat, és benzingázüzeműeket is. Illetve gyártanak tereptargoncákat is. Ez egy viszonylag egyszerű felszereltségű gép, tehát ez egy nyitott fülkés, tehát bukókerettel rendelkezik, illetve amennyi extra van rajta, az gyakorlatilag a triplex torony, illetve ezen van villaoldal mozgatás. A gép elektromos irányváltós, tehát ez terhelés alatt kapcsolható az irány, váltható. A karok, az emelés, az pedig mechanikus karos vezérlésű. Ez egy igen egyszerű rendszer, és eléggé megbízható. Tehát itt a három kar, emelés, billentés, illetve az oldalmozgatás. A gép az 5100 kg saját tömeggel rendelkezik, itt a magassága a fülke tetőnél az 2 méter 18 centi, tehát alapvetően, hogyha kisebb toronnyal rendelkezik, avval kisebb toronnyal rendeljük, akkor az a legmagasabb pontja a gépnek, illetve itt ennél a toronynál a minimális magasság az pedig 2 méter 31 centi. A hasmagassága ennek a gépnek már nem kevés, ez 15 centis hasmagassággal rendelkezik, tehát ilyen óvatosabb, kövesebb területre azért ki lehet vele menni, de nyilván ott, ahol jó stabil a talaj. A gépnek a teljes szélessége, ami gyakran kérdés szokott lenni, ennél 1 méter 41 centi. Indítsuk be a motort, kicsit mozgassuk meg a gépet, hogy lássuk, milyen munka közben. No, az irányváltó, tehát az kapcsolható menet közben. Itt van a közúti világítás, rajta van a gépen, itt kapcsolható a világítás, illetve az index is. Nézzük, milyen gyors az emelés, egy kis gázt adunk. Maga a fülketető jó a kilátás, tehát átlátható, itt van egy plexi is, tehát lehet végignézni a magas emeléseknél is szépen, hogy hova mozgunk a géppel, vagy hol vannak a billák. A billentés az előre 6 fokos, illetve hátrafelé pedig 12 fokos. Oldalmozgatás is van ezen a gépen. Opcióként egyébként rendelhető villa pozícionálás is, tehát akkor a villatávolságot is lehet állítani a fülkéből, akár egy negyedik karral. Nézzük meg a gépnek a fordulékonyságát. Egyébként igen-igen fordulékony, gyakorlatilag a
az első kerék körül meg lehet fordítani a gépet, ami azért egy targoncánál igen-igen fontos. Kiengedem a kéziféket, irányváltó, és már... Nagyon pici helyen lehet ebben a nagy teherbírású targoncával megfordulni. Egyébként a géphez rengetegféle opció rendelhető, zárt fülkével, klimatizálva, fűtéssel felszerelt fülke, rugózott ülés, akár grammelüléssel is rendelhető. Olyan helyekre, ahol ez szükséges lehet, telikerékkel, tehát nem csak ilyen fúvottal, mint ez a gép. Köszönöm szépen a figyelmüket, a maximál targoncákkal kapcsolatban bővebb információt a www.szegana.hu honlapunkon találhat, illetve a YouTube csatornákon is meg tudja tekinteni a további videókat a gépeinkről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!